A kígyó úti eset után Zsiga és Frici vidáman beszélgetve közeledtek a versenypályához, és már messziről látták a türelmetlenül várakozó Alexet. Szia, Fricikém! Hol kószáltál ilyen sokáig? Szia, Alex! Éj, Zsiga! Nemrég költöztek Traff Parkba, és... hogy is mondjam csak, akadt egy kis problémánk. Amit sikerült gyorsan megoldanunk. Már azt hittem, elfelejtetted, hogy mára beszéltük meg a visszavágót. Már hogy felejtettem volna el? Igaz, tegnap nem voltam csúcsformában, de meglátod, hogy ma én leszek az első. Csak szeretnéd, Fricikém? Menjünk végre a pályára, majd ott kiderül ki a gyorsabb. A versenypályán 4 sáv futott körbe. Zsiga lenyűgözve nézett körül. Itt fogtok versenyezni? Igen, ma gyorsulási verseny lesz, és ha már itt vagy, te fogsz indítani bennünket, oké? Frici és Alex egész délelőtt versenyeztek egymással. Hol az egyikük nyert, hol a másikuk. De azt nem sikerült eldönteniük, hogy melyikük a gyorsabb. Eközben Zsiga nagyon jól érezte magát, tetszett neki, hogy a nagy traffok így befogadták. Délután Zsiga a Lambóval találkozott, és első dolga volt, hogy elmesélje, milyen élményekben volt része. Hűha, ez szuperklassz lehetett! Képzeld el, Frici azt mondta, hogy ha van kedvem, holnap is kimehetek velük a pályára. Szerinted mehetnék én is? Végül is miért ne? Nem mondták, hogy egyedül menjek. Másnap reggel Lambó már alig várta, hogy indulhasson a pályára. Nagyon izgatott volt. Lambó, hányszor mondjam el neked, hogy rendesen kell reggel tankolni, nem csak így kutyafuttában? Köszi, anya, de most sietnem kell. Ez a gyerek! Mindig csak rohan, és soha nem tankol rendesen. Hogy akar így nagy és erős lenni? Zsiga és Lambó hamarabb érkeztek a pályához, mint a nagy traffok. De nem kellett sokáig várakozniuk. Elhoztam egy barátomat is, remélem nem baj. Én aztán igazán gyors vagyok. Igazán? No, akkor most megmutathatod, hogy mit tudsz. Ma körverseny lesz. Zsiga fog indítani bennünket. 3 teljes kört kell megtenni. A startvonalnál lesz a cél is. Így legalább Zsiga tanúsíthatja, hogy ki lett az első. Indulhatunk, tök mag! Én készen állok! Elkészülni? Vigyázz! Raj! Alex rögtön az élre tört. Frici épp csak egy picivel maradt le tőle. Az első kanyarban Lambó csak a 3. volt. Mindent bele kell adnom! Meg tudom csinálni! A következő kanyarban már Frici mellett haladt, sőt egy kicsit meg is előzte. Mire befejezték az első kört, Lambó elkezdte Alexet is megelőzni. Hajrá, Lambó! Hajrá, Lambó! Most figyeljetek! Lambó az utolsó tartalék energiáit is mozgósítva megelőzte Alexet. Nézd már a kis tök! Hurrá, hurrá! Lambó az első! A kis Lambó olyan büszke volt magára, mint talán még soha. A 2. kör közepénél jártak, amikor Lambó hirtelen lassulni kezdett, és épp csak annyi lendülete maradt, hogy lehúzódjon a pálya szélére. Alex és Frici elrobogtak mellette, és csodálkozva néztek rá. Lambó szomorúan és értetlenül áldogált. Mi történt, kis gézengúz? Látom, nagyon bánatos vagy. Fogalmam sincs. Versenyeztünk Alexel és Fricivel, megelőztem mindkettőjüket, és én voltam az első, amikor hirtelen leállt a motorom, de egyáltalán nem értem, hogy miért. Nem lehet, hogy egyszerűen kifogyott a benzined? Eleget tankoltál reggel? Azt hiszem, nem. Ha tényleg olyan akarsz lenni, mint Lambolini kapitány, akkor mindig rendesen kell tankolnod. No meg akkor is, ha engem akarsz legyőzni. Legközelebb sikerülni fog, mert többször nem fogom elblitzelni a tankolást. Gyere, addig is elvontatlak a benzinkúthoz. Kérdezhetek előbb még valamit? Végül is ki nyerte meg a versenyt? Természetesen én! Attól a naptól kezdve Alex és Lambó nagyon jó barátok lettek, és rengeteget versenyeztek egymással a pályán.